Három napon keresztül pattogott a labda a Nyíregyházi Móra iskola csarnokában, a negyedik alkalommal megrendezett Szabolcs Takarék karácsonykupa kispályás futballtornán. A tavainál kettővel több, 36 csapat küzdött a győztesnek járó sellegért. A megyebeli együttesek a régió legjobb kispályás csapataival mérhették összetudásukat. Más megyékből, más bajnokságokból is érkeznek, sokszoros bajnok csapatok, akik erre készülnek, hogy itt megmérettessék magukat, viszont vannak alkalmi csapatok is itt, például nyíregyházi lakótelepi csapatok, vagy munkahelyi kollektívák. Ez megtisztelő számunkra, hogy ilyen szép mezőn jött össze. A tornán a névadó is képviselte magát egy csapattal. Nagyon elégedett vagyok, nagyon lelkes csapatok vannak. A Szabolcs Takarék Szövetkezet amatőr csapata is elindult, már egy döntetlent elértünk. A tornát a címvédő újfehértói királygól nyerte az Olszár Csenger és a Red Wolf Nyíregyháza előtt. A gólkirályi címet a Red Wolfos Kovács Róbert szerezte meg, a legjobb kapusnak a csengeri Csernyi Rihárdot, a legjobb játékosnak pedig a királygólban szereplő Kapacina Valját választották meg a szakemberek.